¡Ay, Messi! ¡Mi chica! Szöki kakedda! Az ízlelő bimboink szabadságra mentek, komolyan. Fú. Fúj, szegény. Fúj, gyerekek, ez a... Fúj. Kevert fel, hogyha ilyen kulináris élvezetekre vágysz. Én ajánlanám, hogy egy nagyobbat slukkoljál. Sziasztok! Hát egy nagyon érdekes kihívás vár ránk, nyilván látjátok itt ezeket a poharakat. Amivel tele vannak ezek a poharak, az mi is? Narancslé. Az még odáig jó is lenne, a narancslé. Na de, vannak nekünk vicces barátaink, akiktől kapunk egy kihívást. Mi szerint, ugye ezek a kis aranyosságok, amik itt vannak, mustár, ketchup, juharszirup, fokhagyma és társai, ezek rajta vannak egy-egy kis fecnikén itt. És hát húzni kell belőle, a többit már tudjátok. Tehát amit kihúzol, abból egy keveset belekeversz a narancslétbe és megiszod. Nem kell az egészet meginni különben, mert ez kb. 2 liter narancslét, tehát azért annyit most egy ültőhelyünkben már mégse. Meg különben se az a cél, hogy itt visszaadjuk ennek a poharnak a tartalmát, vagy a poharak tartalmát. Csak egy kis vicc. Hát különben soha nem kóstolnánk meg, hogy milyen a fokhagymás narancslé, nem? Különben lehet, hogy az ember ilyenkor klassz új ízeket fedez fel. Na, még az is lehet. Ki kezdje, Mollika? Kőpapírolló? Jó. Kőpapírolló! Mindig én! De én mindig papírt mutatok, tehát lehet, hogy ezért. Na, Mollika, akkor add ide a bödönt. Micsoda kellemes szórakozás, nem? Majonézes torma. Itt a majonézes torma, gyerünk! Hogy örülsz neki? Egy keveset öntök vele. Nézzétek ti is. Nagyon jó látvány. Fú! És még meg is küldtem rendesen, mert én úgy vagyok vele, hogy ha már játszunk, akkor játszunk rendesen. Szerintem ne nézd bele. Fú, de gusztos talán. Fúj! Ecetes illata van. Hát nyilván ecetes torma milyen legyen. Gyerünk, a játék az játék. Nem is olyan rossz. Tényleg? Azt kell mondjam. Jó, hát nem szoknék rá nyilvánvalóan ilyen bizarr kombinációra, de mivel édes az ecetes torma is, édes. Jó, hát a tormás narancslé. Na jó, oké. De még mindig jobb, mint a kolbászos narancslé lenne. Na jó, gyerekek, kész. Ebből se csinálunk rendszert, mert ez valami borzasztó. Mollika, te jössz. Na vajon neked most mi jut? Kimaradok. Micsoda? Hát, ezt én nem. Mi az, hogy kimaradsz? Most megint én fogok valami jót kihúzni. Hát, ha én is kimaradok. Nem, én nem maradok ki. Fokhagyma. Nem klendezzél, gyerek, mert nekem kell meginni, nem neked. Ez szerintem nagyon rossz lesz. Fúj, de büdös, nagyon büdös. Pedig nagyon szeretem a fokhagymát, nagyon. Jól van, mit meg nem teszek. És egyébként nem volt kötelező a kihívást teljesíteni, de milyen jó fejek vagyunk. Fúj, szegény. Ez majd nem visszajött, Molly. Júj. És még most is necces, fúj, gyerekek, ez a... Ocsmány, egy íze van. Ja, Istenem. Hát jó, hát most mondhatnátok azt, hogy nem volt kötelező. Nem, és tényleg nem volt kötelező. Igen, bele az egyik vagy. De jó, hogy iszom, nem szabad. A játék az játék. De még mindig jók vagyunk magunkhoz, mert elvileg a szabályok szerint az egészet meg kellene inni. Na hát, hogyne. Hát akkor holnap reggelig őrizném a retyót, az biztos. Na gyerünk, Molly, te jössz. Csoki szósz. Csoki szósz! Na tessék, mondtam, hogy neki valami jó fog jutni. Hát a fenébe már! Ő neki nem áll izé, bors, tessék, csoki szósz. Hát azért az mégiscsak jó, édes. Fú, anyukám, mint amúgy a sár. Olyan, mint a barackklé.
Hát, mit mondjak, na, elég ilyen fontos. Sáros barack. Jó, hát ha akarom baracklé, ha akarom iszak, vagy valami sár. Na, gyere, gyere. Olyan. Hát ennek még jó illata is van. Nagy, hát narancsos csoki, az jó, az jó. Na, gyerünk is le. Bátorság. Nem jó? Nem jó? Olyan, mintha valami gyógyszert, antibiotikumot innék. De... Nem is rossz. De olyan, hogy milyen íze van. Tényleg. Mint a szaloncukornak, tudjátok, ami belül ilyen zselés, tényleg. Narancsos, kívül meg csokis. Pont olyan, ne sírjál már, kisgyerek, miközben neked jutnak itt a könnyebb dolgok. Ez a fokhagymás, ez van. Nem kell többet belőle egy anyagi. Hát nem, de majd kell valami másban. Ketchup! Tudtam, hogy ketchup! Én már most rossz a gyomrom, komolyan szegény. Mondom. Miért nem tudtam én a juharszirupot húzni, ha? Miért nem tudtam azt húzni? Jaj, messze! Mit csinál? Szökik a ketchup! Ketchup! Én nem érzem a narancslevet, egy icipicit talán. Nem érzed a narancslevet? Elnyomja a ketchup! Ez hát, a... hát nem tudom most mit mondjak. Egyfelől rossz persze, másfelől meg sokkal kevésbé rossz, mint a fokhagymás. Az volt a mély pont. Új, fúj. És erre iszik még egyet. Hát ne igyatok ilyet, mert azért rettenet. Mustár! Hát te sem úszhatod meg mindig! Egyébként szeretem a mustárt. Olyan aranyos barátaink vannak nekünk, nem? Nem is érzem a mustárt. Én ajánlanám, hogy egy nagyobbat slukkoljál. Semmi. A mustáros narancslébe vonul hozzánk a repertoárba? Nem, azért nem. Na, mutika, mutika. Mi az, hogy semmi íze mustárnak? Tudjátok, milyen íze van? Mint amikor isztok ilyen megfázás elleni italt, aminek ilyen műnarancslé íze van, műnarancs íze. Kellek kicsit. Na, olyan. Pont olyan. Lehet, hogy mustárt tesznek bele. Na, mustár híresen vírusölő. Na, szóval a Molly nagyon jókat húz, gyerekek, pedig a mustárról kigondolta volna, hogy ez jó lesz, hát egyáltalán sem. Mint ott Gyüli. Kimaradok! Nekem is jutott egy olyan, hogy kimaradok. Jól van. Te jössz? Hát ez így igazságos. Teljesen jó. Piros arany. Atya, úristen, bár a múltkor csináltunk olyan valami húst, amire narancsot is, azt hiszem libát, narancsot is tettünk, de piros aranyot is. Az finom volt. Na de, narancsléve. Na, azt hittem már neked ilyen azbest nyelved van, vagy valami, ami mindent bír. Bármit adunk. Nem annyira nagyon rossz, de nem innen meg soha többet. Tehát, hogy ilyen... Fú, tényleg nagyon erős paprikás illata van. Jó, hát tudod ki. Jajajajajaj. És a Molly még nem is azt mondta, hogy teljesen rossz, hanem hogy hát... Hát szerintem pocsék. Na jó van. Balzsam ecet, A balzsam ecet az egy rendkívül szuper élelmiszer. Komolyan, amúgy nagyon szeretjük. Ez balzsam ecet krém és a salátára szoktuk önteni, de narancslébe nem. Hát ez nem is nagyon olvad föl benne, úgyhogy még az is lehet, hogy siker, vagy szerencsém lesz, és nem kell ilyen vackot innom. Semmit nem lehet érezni. Komolyan mondom. Ti? Ráadásul leülepedett a nagy része az aljára. Kevert fel, hogyha ilyen kulináris élvezetekre vágysz. Én érzem, de... Te érzed? De nem rossz. A nem. Molinak szerintem gasztronómiai szakértőnek kell lennie. Komolyan. Felfedezi az új ízeket. Én nem értem. Nem értem. Ez egy tök jó narancslé. Komolyan. Na, halló. Megiszod az egészet?
Ez egy finom narancslé, semmit nem érzek. Uram, az Isten, valami baj van velem. Nyomi, finom narancslé, nyomi. Én nem érzek semmit. Komolyan mondom. Na gyerünk, kislány, mi jut neked? Mi az? Bors! Különben meg, az sem lehet olyan nagyon rossz, mert ha húsra is szoktunk adott esetben, akár borsot is, meg narancsot is együtt tenni. Hát ez nem hús. Ting, mehet. Olyan, mintha beleszorodott volna a por. Nyáron szokott így kinézni a teraszon a narancslénk, amikor jön egy szél lökés és a port így dany bele a narancslébe. Az pont így néz ki, de azt olyan, nem szoktuk meginni. Mondjuk ezt sem. Csillamag lenne benne. Csillamag? Nagyon trendik vagyunk. Na jó van, kislány, most már igyad, mert... Mi van? Csak nem jó! Nem érzem. Na. Az ízlelő bimboink szabadságra mentek, komolyan. Molly különben szereti a csípőset, tehát ez neki nem olyan nagy büntetés. Kicsit marja a torkom, de nem érzem egyébként, az ízét nem. Én érzem. Egy kicsit borsos narancslé. És nem rossz! Komolyan mondom, nem rossz. Nyomi, nem rossz. Még nem is vagyok megfázva, tehát érezném, szóval... Gyerekek, komolyan mondom, nem rossz. Tényleg, hát végül is megisszuk a... Melyik az a koktél, a Vladimir is, ami narancslébe teszünk, ketchupot, szószt, ilyen csípős paradicsom szószt, na, hát akkor ennyi erővel tehetünk a narancslébe is borsot, nem? Mi tehetünk hát is. Ide kenődött egy kis kicsit. Céklalé, hát annyira vágytam már, hogy céklalevet igyak. Tudjátok, amikor az emberek vizsgálatra mennek a laborba, és valakinek ilyen csúnya a vizelet, az nézi ki. Még az is lehet, hogy jó. Hát mind a kettő egy finom étel, meg édesek egy picit. Egy narancsos libacon mellé egy kis cékla, tök jó. Meg édesek, így van. Esküszöm, ez finom. Kóstold már meg. Hát tényleg. Szerintem nem. Én nem azt mondom, hogy a szenvedélyünké fog válni. A céklás, narancslé, de nem rossz kombináció. Komolyan, mint egy, jó. Ugye? Mint egy ilyen érdekes koktél. Még egy nagy levegő, túl vagyunk rajta, és ezekkel a barátainkkal megszakítjuk a kapcsolatot. Juharszirup. Hát az jó, a juharszirup, hát az a jutalomjáték, ez nem is alakulhatott volna ennél. Jobban, gyerekek. Utoljára egy kis juharszirup. Muti, imádjuk a juharszirupot, gyerekek. Igaz, Mali? De főként palacsintával és nem narancslével. Illetve juharszirupos palacsinta narancslével, tök jó. Hát ebben szerintem nem lesz semmi akna. Feloldódott teljesen. Nem lesz akna, ez tök finom lesz, majd figyeld meg, Molly. Ezt bedöntheted a konty alá. Milyen, nem érződik rajta? Olyan... A juharszirup az olyan picit, finom. Picit olyan gyógyszerízű, de az csak ilyen mellékíz, tehát hogy nem érzem. A mellékíze olyan... Igen, nem lehet a juharszirupot kiérezni belőle annyira, csak az, hogy édesebb. Hát egy újabb kihíváson vagyunk túl, itt van a csatamező, itt mellettünk. Ezeknek a kedves barátainknak megköszönjük az eddigi baráti éveket, és elbúcsúzunk egymástól, mert ilyen kihívást, ez büntetés, különben nem mindegyik volt büntetés. Egyik másik egész jó volt, igaz? A céklás az például jó volt, a juharszirupos jó volt, meg még mit tudom én melyik jó volt, de a fokhagymás, meg mondjuk az ecetes tormás, az büntetés, az tényleg. Valamelyiknek az ízét se éreztük. Na így van, az volt a jutalom, hogy nem éreztük az ízét. Hát ha gondoljátok, próbáljátok ki egy családi vagy szülinapi buliban, az tuti, hogy jókat fogtok nevetni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!